Filmhíradónk mai számában Götzinger Laura búcsúztatásáról számolunk be. Először néhány filmkockát villantunk fel Laura ottavai tevékenységéről készült felvételekből. Most is bekukkantottunk az egyik foglalkozásra. Egyszer volt, hol nem volt. Az óperenciás tengeren is túl élt egyszer egy fejedelem. A fejedelemnek az volt a neve, hogy Géza. Luki, állj, Gölze vagy Géza. Gézának volt egy csodálatosan szép felesége, aki egy nagyon határozott asszony volt. Az volt a neve, hogy... Hogy hívna? Sarolta. Hogy Sarolta? És itt ültek az almafa alatt, a nagy esőben, amikor egyszer csak szivárványos bogár csápja hozzáért csillagszemű bogárhoz. Ekkor csillagszemű bogár megkérdezte. Na, ki vagy te? Én vagyok a szivárványos bogár. És ekkor megkérdezte, hogy? Hol laksz? Mint a lások. Gyere el hozzám! Így történt, hogy csillagszemű bogár meghívta szivárványos bogarat a házába. Azt kívánom nektek, hogy ne cseréljetek szívet, ha bár hazát cseréltetek, hanem dobogjon az továbbra is magyar ritmusra. Köszönöm szépen! Mai alkalommal azért jöttük össze, hogy megrikasszuk egy fiatal lányt, aki 6 hónappal ezelőtt a Kőrösi Csoma Sándor program keretében Ottawába került. A 6 hónapos időtartamú kiküldetésnek 30-án lesz vége, és akkor utazik vissza Magyarországra. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és hallgattatok a szóra, amit próbáltam szétküldeni nektek. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt legyünk mindnyájan fiatalok, hisz egy fiatal lánytól fogunk most itt elbúcsúzni a mai napon. Most lehet ötletekkel jönni, hogy mit is szeretnénk az ösztöndíjastól. Együtt, közösen találjuk ki, mert ez a sikerkulcsa, úgy gondolom, hogy minden szervezet belett vonva abba, hogy foglalkoztassuk Laurát, közösen dolgoztuk ki a koncepciót abba, hogy mit is csináljon, és ez a sikere nem kisajátítottuk őt, vagy egy-két szervezet kisajátította, hanem együtt mindenki találta ki, és együtt mindenkit szolgált. És hát ezért vagyunk itt ilyen sokan, ezért küldi őt a magyar állam, hogy minket segítsen abba, hogy az öntudatunkat, a magyarságot megtarthassuk. Laura, a cserkészet nevében is szeretnék egy pár szót szólni hozzád, és nagyon-nagyon hálásan gondolok a múlt 6 hónapra. Úgy, ahogy a cserkész pikniken felfelisztiáltad az újdonsült cserkészeinket, nagyon reméljük, hogy is tudtunk jutatni a kis patyútba egy sok tapasztalatot, barátságot és életre való élményt. Kérik a Jóisten, hogy ezek a kincsek gazdagítsák úgy a családot, mint a szakmai életedet. Tartsd meg ezt a lelkesedést, vagányságot, közvetlenséget, sugárzó szeretetet és Isten hitet. Kanadai 56-os veteránok és szabadságharcosok nevében köszönetünket fejezzük ki ezzel a kitüntetéssel a Kőrösi Csoma Sándor program keretében végzett munkáért. Mi életünk alkonyán járó szabadságharcosok ezzel szeretnénk megköszönni és egyben buzdítást adni az utánunk jövő nemzedéknek. És nagyon köszönjük Magyarországnak, hogy egy tündért küldött hozzánk. Kedves Laura, most pedig szeretnék átadni egy, mert egy nagyon komoly kitüntetés általában a szabadságharcosoknak.
kapják, de a, mint tiszteletbeli szabadságharcos most szeretném átadni ezt a kitüntetést Laurának. Nagyon szépen köszönöm, nem számítottam ennyi meglepetésre és kitüntetésre, mondjuk főleg nem. Hát ezt az 56-os emlékkeresztet, ezt szeretném a nagypapámnak ajánlanám. Ő 56-os volt, most már nem él, de ő két évet ült Egerben 56 után, és hát azt hiszem, hogy őt sose senki nem dicsérte meg a kommunizmus alatt, hogy 56-os volt, úgyhogy én most ezt Karcsi papának ajánlom, úgyhogy hát akkor így köszönöm szépen még egyszer. Szia Laura! Nagyon fogsz hiányozni, és remélem, hogy visszajössz. Hiányozni fogsz. Laura. Szeretlek, Laura. Köszi, Laura. Köszi a sok segítséget, és Budapest. Szia, Laura. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltál. Nagyon szeretlek. Igen, igaza van Gabinak. Nagyon fogsz jelenteni. Szia Laura, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, Laura. Laura, köszönjük, hogy itt voltál. Laura, Laura, köszönöm. Szia Laura, hogy cselekedtünk. Nagyon jó volt. Köszönjük a sok ötletet, vidámságot, jó kedvet. És hát sok sikert kívánok neki otthon. És várunk vissza, gyere majd vissza, ha tudsz. Szia Laura, szia! Laura, köszönjük, hogy itt voltál. Hello, köszönöm, hogy itt voltál. Hello, Laura, nagyon jó, hogy itt voltál. Jó után. Szia Laura, sok szerencsét kívánok. Szia Laura, köszi szépen a sok munkát, amit belevettettél a cserkészetben, és jó után az a köszöntök mindenkit, és szeretném mindenkinek megköszönni, hogy megtisztelt a jelenlétével, és kicsit meg is vagyok hatódva, hogy ennyien eljöttünk, és úgy érzem, hogy nem is igazán érdemelném ezt így meg, úgyhogy tényleg köszönöm szépen így nektek.